A felgyújtás volt a cél, azonban az őszi szereplést követően át kellett értékelni a helyzetünket, így az edzőcsere mellett döntöttünk. Tekintett vissza Kozák Attila ügyvezető. Az új stábbal már jobban szerepelt a csapat, így a jövőben is számít a munkájukra a klub. Zorán Spisiak irányításával 17 bajnoki meccsen 9-szer győzött, 4-szer döntetlent játszott és 4-szer szenvedett vereséget a Spari, miközben volt egy 10 meccses veretlenségi sorozata a csapatnak. Az eleje egy kicsit döcögös volt, egy kicsit nehezebb, egy kicsit rozsdásabban kezdtük a bajnokságot, de ahogy telt az idő, azt mondom, hogy a csapatnál nevelkedett az önbizalom, és onnan már elértük azt, hogy akkor a csapat már 10 mérkőzést veretlenül tudta lehozni. 7 olyan meccs volt, ahol nem kaptunk gólt, és ezen építettük a játékosokat és a játékunkat. Taktikai utasításokat elfogadták a játékosok és a csapat, és annál magabiztosabbak voltak a pályán, többet tudtunk kihozni a meccsekből, és azt mondom, hogy ez a 17 meccs, 31 pont mutató annak, hogy ebbe a csapatban van potenciál, persze ez csak egy induló pont, jövőben erre kell építeni, és kell számítani arra, hogy akkor nagyobb esélyünk van, hogy akkor kitűzött célokat el is tudjuk érni. A cél pedig a következő szezonban is a feljutás lesz. A kapus Jova Levente szerint a tavaszi pozitívumokra építve fejlődhet tovább a csapat. Nyilván ugye ez a 10. hely, ez nem ez volt betervezve. Mi sem ezt szerettük volna a csapaton, mind a csapaton belül, mind a vezetőségen belül, nem ez a 10. hely volt megcélozva. Sajnos ezen már nem tudunk változtatni, ez az év lement. Én bizakodó vagyok, hogy jövőre mindenféleképpen ott leszünk a feljutásért, és sikerül a feljutás. Úgyhogy nyilván ehhez tényleg most kaptunk egy jó szakmai stábot, akikkel ugye azért képesek, vagy megmutatta a csapat tavasszal, hogy azért képesek komoly sorozatokat, eredményeket elérni. Úgyhogy én mindenféleképpen bizakodó vagyok a jövő szezonnal kapcsolatban. Az NB2-ben a 82 pontos Zalaegerszeg végzett az élen, megelőzve a szintén feljutó 74 pontos Kaposvárt. A Nyíregyháza Spartakusz 15 győzelemmel, 11 döntetlennel és 12 vereséggel 56 pontot szerezve zárt a 10. helyen. A másodosztálytól a Cegléd, a Mosonmagyaróvár és a Monor búcsúzott.